A függetlenség téren ünnepelték a montenegróiak az államszabadságát. Pontosan tíz éve népszavazáson döntöttek arról, hogy a tenger melléki állam külön válik Szerbiától. A helyeknek most is van miért ünnepelniük, hiszen ezen a jeles emléknapon egy tolvonással a NATO 29. tagállama lett a balkáni ország. Montenegró miniszterelnöke aláírta a Brüsszelben az Euróatlanti Szövetséggel kötött csatlakozási szerződést. A tenger melléki állam 18 hónap múlva lesz a katonai szövetség Vjerujem da je upravo ovaj događaj ubjedljiva potvrda da je Crna Gora prije deset godina dobro odlučila, da je odabrala dobar smjer svog društvenog razvoja, da je na tom putu vrijedno radila, da su to prepoznali naši evropski, evroatlanski partneri. Jens Stoltenberg, NATO-fő titkára ceremoniát követően elmondta, Podgorica innentől fogva Megfigyelőként részt vehet a szervezet tanácskozásain. Today we will start by taking a historic step. We will sign the accession protocol with Montenegro. As of today, Montenegro will have a seat at NATO's table, taking part in all our meetings as an observer. Oroszország konfliktus gerjesztő lépésnek minősítette, hogy Montenegró felvételt nyert az Euróatlanti Szövetségbe. Moszkva szerint ez a döntés fenyegeti a térség biztonságát. Az orosz vezetés felfüggeszteni gazdasági kapcsolatait a most még baráti országgal. A Forbes amerikai üzleti magazin szakértői úgy látják, az orosz tőke annyira beépült a podgoricai gazdaságba, hogy a moszkvai kormány nem merne szankciókat bevezetni. Eddig 70 ezer orosz üzletember vásárolt ingatlant Montenegróban, és mintegy 1 milliárd dollárt fektettek be elsősorban a turizmusba és az ingatlan üzletbe. Moszkva fenyegetésére a szövetség 28 tagállamának vezetője is reagált. A tagországok úgy vélik, senki sem zsarolhat egy szuverén államot. A katonai szövetséghez legutóbb a 600 ezer lakosú Montenegróval szomszédos Albánia és Horvátország csatlakozott 2009-ben.